Köszöntöm Rákosi Ferenc polgármester urat és a Városi TV nézőit. Folytatódik a csapadékvízelvezető rendszer tervezése, most a belváros utcáinak feltérképezése zajlik. Mikor várható a folytatás? Tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Valóban most készülnek a műszaki tervek a belvárosra, hogy többször is elmondtam, az első ütem lezárult lassan, hiszen a Marcal folyótól a város határáig megépült a vízelvezető rendszer, most pedig terveztetjük az egész belvárosban a vízelvezető rendszernek a műszaki dokumentációt készítjük el. Én bízom benne, hogy ez a tervezés körülbelül egy másfél hónap, két hónapon belül lezárul, és utána, amikor megjelennek az új uniós pályázatok, ez bízom benne, hogy még ebben az évben megjelennek ezek a pályázatok, be tudjuk adni a pályázatot, és akár jövőre már elkezdhetjük a belvizeknek a rendezését a belvárosba, és utána jönnek majd a belváros utcái mellett, tehát a Petőfi és az Árpád utca mellett lévő parkolóknak az elkészítése. Megtartotta éves közgyűlését a Városvédői Szépítő Egyesület, melyre polgármester úr is meghívást kapott. Milyen kérdések merültek fel? Több kérdést is feltettek nekem a városvédők, köztük ugye tárgyaltuk a Betlehemnek a kérdését. Karácsonyra egy nagyon szép Betlehemet szeretnénk készítetni a városba. Az óra mellé, a díszóra mellé készül ez a Betlehem. Egy festett Betlehem lesz, de nagyon szép lesz a tervezők, ahogy elmondták. A másik, hogy csapadékvízelvezető rendszerről beszéltünk, aztán az aktuális problémák, az utak kérdéséről beszélgettünk. Nagyon sok olyan ötlet merült fel a városvédők kérdéseiben, amit meg kell, hogy fogadjunk, és meg kell oldanunk ezeket a kérdéseket. De nem csak a városvédőktől várom az észrevételt, hanem a lakosságtól is. Ha bárkinek van jó ötlete vagy észrevétele a város fejlesztésével, működtetésével kapcsolatban, akkor kérem ossza meg velünk ezeket a gondolatokat, ötleteket. Ehhez kapcsolatban mondanám el, hogy az ötleteket várnám a saját e-mailemre polgármester@sümeg.hu-ra. A legjobb ötleteket be fogom vinni a képviselőtestület elé, meg fogjuk tárgyalni, és előre is köszönöm akkor az észrevételeket. Kérem, hogy akinek van ötlete, erre az e-mail címemre küldje el, és meg fogja tárgyalni a testület. A város lakói nem értik, hogy Sümegen hány tanúszoda épül, hiszen újabb és újabb hírek merülnek fel. Mi a tényállás ebben az ügyben? Igen, most már eléggé megosztott a lakosság véleménye, tőlem is kérdezik, hogy Papimre vállalkozó is épít tanúszodát, vagy Sümeg város építi a tanúszodát. Szeretném bejelenteni, hogy a magyar kormány és Sümeg város önkormányzata közösen építi meg a tanúszodát, a strand helyén fog elkészülni. Sümegnek 50 millió forint önerőbe kerül ez a tanúszoda. Már most megkezdjük a földtani méréseket, illetve a felméréseket. Talajmechanikai vizsgálatokat kell készítenünk, hogy a tanúszodát az a terület hogy fogja elbírni. Ez körülbelül a városnak az előkészületek 1 millió forintba kerülnek. Persze hallottunk többször is, hogy a vállalkozó felajánlott ennyi meg annyi összeget. Én megküldtem a vállalkozónak levélbe a számlaszámot, megköszöntem, hogyha felajánlja az összeget. Természetesen még eddig egy forintot csak kaptunk a számlaszámunkra, de a keveredés talán onnét adódik, hogy van egy megállapodás, amely 2010-ben született, ahol is Rédei Zsolt polgármester úr és ifjú Papimre megállapodást kötöttek, hogy a város több mint 2 hektár területet ad át a vállalkozónak, Papimrének, hogy megépíthesse a sportcsarnokot. Ingyen és bérmentve adta át a város ezt a területet. Cserébe a vállalkozó vállalta, hogy legkésőbb 2012. február 28 napjáig uszoda és élményfürdő projektjét valósítja meg a városba. Ez 2012-ig látjuk, hogy nem valósult meg, február 28-áig, és most pedig többször halljuk, hogy tanúszodát épít a vállalkozó, a várossal karöltve. Én nem tudom, hogy ő mit épít, velünk nem építi a tanúszodát. A tanúszodát még egyszer hangsúlyozom, a magyar kormány és Sümegváros önkormányzata fogja elkészíteni. Ahogy Lasztovica Jenő képviselő úr is már fél évvel ezelőtt elmondta, hogy Sümegnek tanúszodát fog adni a magyar kormány, és az így is történt. Nem a vállalkozó,
nem az önkormányzat, hanem a magyar kormányzatnak az adománya ez a tanúszoda. A magyar állam fogja fenntartani a tanúszodát, és a magyar állam fogja megépíteni a tanúszodát. Tehát ez a helyzet. Eddig még senkitől nem kapott Sümegvárosa semmiféle pénztámogatást, önerőt, tehát jelenleg az a helyzet, hogy Sümeg építi a tanúszodát, senki más. Természetesen ezzel nem azt szeretném hangsúlyozni, hogy a városnak nem kell a felajánlott összeg, várjuk az összeget, várjuk a 100 milliós felajánlást, a számlaszám ott van a vállalkozónál, bármikor átutalhatja a pénzt. Olvashattuk az újságban, hogy letétbe helyezték valami ügyvédi irodánál. Ezt általában úgy szokták tenni, hogyha letétbe helyeznek egy összeget, akkor az érintetteket, tehát a magyar államot, mert őt is érinti, illetve az önkormányzatot erről tájékoztatják. Erről semmiféle tájékoztatást nem kaptunk, csak az újságból tudhattuk meg, hogy letétbe van ez az összeg. Mi várjuk ezt az összeget, és tisztelettel meg is köszönjük, hogy ez az összeg a mi számlánkra át lesz utalva, de ahogy az előbb mondtam, eddig még nem érkezett egy forint sem. A hétvégén milyen programokkal készül Sümeg a lakosságnak és a városunkba látogatóknak? A hétvégén több program is lesz, a művelődési házba táncverseny lesz, 10 órakor kezdődik a táncverseny, nagyon sok résztvevő lesz, egy nagyon szép program lesz. Mindenkit szeretettel várunk a művelődési házba szombaton 10 órakor, illetve szombaton nyílt napot tart a tűzoltóság is. 8-tól 18 óráig lehet ellátogatni a tűzoltó laktanyába. A gyerekeknek megmutatja a tűzoltóság az autókat, a laktanyát, és meg lehet tekinteni, hogy is néz ki egy tűzoltóság belülről. Ez a két szép program lesz, mindenkit szeretettel várunk ezekre a programokra. Köszönjük szépen, polgármester úrnak a beszélgetést, és kellemes időtöltést kívánunk a hétvégére. Köszönöm én is a lehetőséget, nagyon szép hétvégét kívánok a kedves tévénézőknek, és kérem, hogy vegyenek részt a programjainkon, akik itthon maradnak, azoknak jó szórakozást kívánok a programokhoz, akik kertészkednek, jó munkát kívánok, akik elutaznak, azok, ahogy szoktam mondani, vigyázzanak az utakon. Nagyon sok a gyorshajtás, a baleset, mindenkit várunk vissza hétvége után, és vigyázzanak magukra, mindenkinek szép hétvégét kívánunk.